9. alkalommal rendezték meg a Magyar Nemzetközi Ifjúsági Tollaslabda Bajnokságot Pécsett. A versenyen 20 nemzet, összesen 130 sportolója vett részt, és a mezőnyben természetesen ott volt az ifjúsági olimpiát is megjárt Sándorházi Vivien is. A 18 éves lány nem is okozott csalódást, magabiztosan menetelt a döntőig, majd ott a szerb Maria Sudimacsot is legyőzte 21-15-21-13 arányban. Igen, itt most ez volt a terv, ugye én most vagyok a legidősebb a korosztályomban. Az utolsó két évben is megnyertem itt ezt a versenyt, úgyhogy szerettem volna innen úgy búcsúzni, hogy egy harmadik aranyat is szerzek. Továbbá egy bronzérmet is sikerült szereznem az egyik csapattársam, a Farkas Laurával, úgyhogy igazán sikeres volt ez a verseny nekem. Vivien a döntőbeli tapasztalatairól is beszélt, valamint arról, mire kellett a leginkább figyelnie a versenyen. Annyira nem volt belülről könnyű nekem, mint aminek kívülről tűnt, akkor ez így nyugtató, hogy kívülről jobbnak tűnt. Az előző előtti meccsem a 8 között egy skót kislánnyal, az is viszonylag erősebb volt, olyan volt körülbelül, mint ez. Most például ennél a meccsnél arról volt szó, hogy türelmesednek kell lennem, hogy nem mindig nekem kell megcsinálni a pontot, hanem meg kell várni, amíg a másik indít, és akkor arra reagálni, nem mindig nekem kell kezdeményezni. Általában fölváltva én indulok meg, vagy pedig a másik indítását kontrázom. Igazából ez kéne, hogy legyen a jó játék, mert nagyon sok energia lenne, ha mindig nekem kellene megcsinálni a pontot, és azt sem lehet, hogy mindig várom, hogy a másik rontsa, mert nem fogja mindig elrontani. Az aranyérmes lány mellett a többi magyar fiatal is szépen helyt állt. Egyesben Mészáros Petra harmadik lett, míg párosban Sándorházi Vivien és Farkas Laura szintén alig maradt le a döntőről. Többen pedig a legjobb 8 közé verekedték magukat. Fiú egyesben francia diadal született. Az első szetben nagy hátrányból sikerült felállnom, és visszahoztam magamat a meccsbe. Próbáltam higgadt maradni, és nem kapkodni. A második játszmában aztán kicsit fáradtnak éreztem magamat, hiszen rengeteget edzettem az utóbbi időben, ami most éreztette a hatását. Úgyhogy egyáltalán nem volt könnyű dolgom. Ennek ellenére próbáltam a legjobbamat nyújtani, játszani a saját játékomat, és ez végül eredményesnek bizonyult. Nem először veszek részt a versenyen. 2 évvel ezelőtt a döntőben kaptam ki, tavaly viszont sikerült győznöm, ahogyan az idén is. A célom az volt, hogy a világranglistás helyezésemen javítsak, ezért is fontos ez a siker. Nagyszerű viadal volt, nagyszerű emberekkel, jó emlékekkel utazom haza. It's always a pleasure to play. A fiú páros versenyét a csehek nyerték, míg a lányok küzdelmeinek végén skót kettős állhatott fel a dobogó legfelső fokára. Elsősorban nem arra koncentráltunk, hogy aranyérmet szerezzünk, hanem meccsről meccsre haladva próbáltunk jobb és jobb játékot nyújtani. Fontos, hogy mindig az adott feladatra fókuszálj, és lépésről lépésre haladj a célod felé. Szerintem jó párost alkotunk, általában én játszom hátrébb, így a védekező feladatok rám hárulnak. Ugye az edzőnk Gregor McVin a magyar utánpótlás válogatott szövetségi kapitánya, de ezen a versenyen ő volt az edzőnk. Régóta ismerjük őt, hiszen nemrég érkezett csak Magyarországra, és folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Este már utazunk haza, úgyhogy ünnepelni csak otthon fogunk, de csak egy kiadós pihenés után.